Mihály Fifor lehet a szociáldemokrata párt javaslata a miniszterelnöki tisztségre, szellőztette meg a bukaresti sajtó. Liviu Dragnea a pártelnök pénteken ismertette először nyilvánosan, hogy jogi akadályok miatt nem lehet kormányfő. Korábban arról is beszélt, hogy visszautasíthatatlan jelöltet javasolnak kormányfőnek a Klaus Johannis államfővel zajló konzultációkon. Azt is mondta, a javasolt személy nevét előtte nem hozzák nyilvánosságra. Az evz.ro úgy tudja, hogy ez a személy a 46 éves Mihály Fifor, Dozs megyei szenátor lesz. Fifor a PCD szenátusi frakció vezetője volt az előző ciklusban, majd a párt országos tanácsának elnökévé választották. A Ponták kormány Joan Rus lemondása után a szállításügyi miniszteri tisztségre is jelölte, a jelölést Johannis államfő akkor visszautasította.